A házasság hete program keretében a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja közös játékra hívta a Baba Mama Klub tagjait. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a házasság hete keretében közös játékra és beszélgetésre hívta a Baba Mama Klub tagjait. A házasság hete keretében a Keresztény Értelmiségi Szövetség arra törekedett, hogy minden réteg felé nyissunk, és mikor megtudtuk, hogy ezen a héten van a Baba Mama Klub, az természetes volt, hogy eljövünk a gyerekekhez, megnézzük a anyukákat, a gyerekeket, és hát mit tudunk itt csinálni? Hoztunk textilből libát, amit babbal tömögetik a gyerekek az anyukákkal együtt, ez ilyen interaktív munka anyának és a gyereknek egyformán. Hát a kis finom mozgásukat fejleszti az, hogy egy babszemet meg tudjon fogni és beletegye a liba csőrébe, és az anyukáknak össze kell ezt varni. Hoztunk egy lélekerő levesét, amit mi a Keresztény Értelmiségi Szövetségnél rendszeresen rendezvényeken kínálunk a résztvevőknek. Most a házassággal kapcsolatos idézeteket hoztunk, és hát majd a végén kapnak a gyerekek ajándékot, és az anyukák is. Én itt úgy látom, nagyon sok gyerek van, sok anyuka, nyüzsögnek, jó hangulat van, bízom benne, hogy mi is jól érezzük magunkat itt, nem csak a gyerekek. A Baba Mama Klub 3 éve működik az Ipolyi Arnold Kulturális Központban. Itt a Baba Klubot működtetjük, közel 3 éve már, aminek a célja tulajdonképpen az, hogy itt az anyukák és a babák közelebb kerüljönek egymáshoz. Ez egy nagyon jó kis program ahhoz, hogy az ismerkedés, a barátkozás, az anyukák egymással való beszélgetése, teendők, problémák, kérdések megvitatása történik. Ez egy kötetlen program, ami tulajdonképpen úgy látom, hogy mindenkinek nagyon jó dolog. Próbálunk aktívan működni. Igazándiból még ezekkel a gyerekekkel nem lehet különös programot csinálni, mivel a koruk miatt, de szoktunk természetgyógyászt hívni, külön kis programokat csinálni. A klub minden második héten szerdán a gyermekkönyvtárba várja a kisgyermekes családokat.